Ah, geld. Ma is neki futok. Elég sikerült. Rém, úgyhogy inkább letöröltem. Hát igazából utána folytattam még, de úgy döntöttem, hogy letöröltem. Egy dolgot azért megnézünk. Hey. Jó, de akkor a szállamat már nézzük. Elméletileg abból nyílos lesz valamikor. Azt nem tudom, hogy lesz öltös. Két koccanástól már füstöl a kocsi. Ha, ez igen. Látom, az oroszlánok azok a távolabb bitónál lesznek. Egyet megnézzük.
Hát ott van egy egyértelmű érett egyes. Húzás nélkül meg. Hát, ha itt nincs ebben, akkor mások itató helyen. Megnézzük ott is.
Ó, de jó. De ezek voltak. Vannak az oroszlányai. Kék, no. Ezeket is megnézzük. Van egy magányos énem megint. Volt egy érett páros. Hát ez van 4-es kompon. Csak fiatalt látok, érettet. Nőstényből látok. Jó, mindegy. De innen származott a csak nincs ott a lenne a dombájában valahol. El szerintem nincs. Alacsony kondíciót meg jól szemlátjuk, milyen egy szem gyénel nem lövöldözök. Hát kiderül, hogy érek, mekkora lesz majd lelövöm.
Hát azért kettesre indul. Úgy látom. Meg még egy felvett egyes. Nyilván, hogy bevárja. Csíl lenne nálam. Akkor csak 30. Jó, mindegy, hogy hányan jönnek. Első mindegy, abból úgyis csak. Hogy meg. Értelen, de gyorsan. Hop, 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 hop. Hogy tudjam. Ott merálltak igazából, hát utánuk menjek. Ha egyetlen bajom van, hogy akkor lemaradok a master szemvelyfiénákat is nézni. Igen, régen láttam még egy négyest. Szerintem az már ötösként is megmurdált. Elfoglaltak a kapfelbi vagyok, a többi. Nem nagy erőbedobással kerestem, de nem találtam. Még onnan kilövünk egyet. Az egy érett kettesként felmerül bennem. Egy fix kondícióval rendelkeznek, vagy ahogy nőnek, növekszik a kondíció, majd a végén csökken. Ez is felmerült be. Jön 90%-os ötös. Lehet, mint ötössé vált, ez lehet 96%. Nem mikor öregszik, a profilérték megmarad, viszont a kondíció elkezd csökkenni. Csak ilyen 40%-os érett ketteseket látok itt. Jó kis ötös vacskos, de még csak
potenciális lehetőséget láttam rá. Eddig. Mintyukat kéne még lőnöm egy libávó már van vagy három. Nagyon tudom, mi szó. Az lesz. Ez egyik vagy a másik. Akkor már legyen ez. Van ebben felnőtt. Felejtsük el, hogy ezek mindjárt mennek. Jó. Távol lőttem, úgyhogy ezt hagyjuk. Semmiségű vérház volt a második. Hol volt az első?
Ah, ez azért jó kis. A 4-es kintöblött meg akkor Tutko biztos, hogy 4-es kintöblött meg. Az albinóval együtt fejlődött, de az egyet tovább fejlődött. Abból a bandából szerintem 4-esnél nagyobbra nem számíthatok. A 9 óra lesz. Oda kéne ugranom arra a disznó részre. Mozos rész. Azok 700 méteren ez a banda lehet szerint. Gyerekek, föl kéne mennem, lehetne még ott 4-es ludam volt. Lehet fölmegyek. Bár oda csak 1 óra felé érdemes fel. Dél környékén. Fedezzük, megnézzük, hogy állnak a nagy kutuk. Gondoltam. Agresszor. Ha oké, nőstény. Fiatal nőstény. Elnök. Ez a életket tegyük. Ez egy olyan csapat, hogy jó, mindegy, megpróbáljuk, meghívjuk. Az életkettessünk, kilőjük, de a felnőtt kettes viszont marad. Felnőtt egyes.
Jó, akkor őt azt monoblokkal, mert 300-as erős. Fiatalt nem bántunk. Na vajon? Rámugrik. Rámugrik rám. Viszont. Láttam kapferpivajt, albinót. Egy érett egyes albínó. Először úgy volt, hogy meglövöm. Rá is lőttem, szerencsére nem találtam el jól. Fogalmam sincs mennyi a kondíciója. Még él egyet. Elméletileg ebbe a bandába ki. Nem baj, ami együttesen. Igen, én itt láttam akkor őket ilyen a hely. Hát ha nincs köztük, akkor már az akkor egyesként öreg is.
Ott van. De az őstény. Ugye nem világos. Mindegyik világos vadász. De az is biztos, hogy többen vannak, mint amennyit láttam. Ez az én fő problémám. Hát, ha menekülnek, meglátjuk. A majmos. Na lássuk. Élet kettes. Látom az élet egyes, mikor az megmúlt el. Alvunk. Az biztos. Itt hát úgy vagyok vele, nem baj. Ha már nincs köztük ennyi idő után, akkor... Akkor az... Ha még fejlődött is, maximum a kettes. Az egység, pont ott van egy... De között biztos egy hát. Nem tudom, mik vannak. Hát elmarad, így folytatom, elmarad a disznózás az idő. Vannak elég nagy terpesztési agancsok ott, parva. Nem tudom, mi adott hangot. Ott az élet négyes, egy hármas. Azt is megtanulta, hogy felnőtt egyes sem szabad kapferok közül mindig kilőni. Ugye nincs hívójuk. Ott az albino. Életke. Ez a másik. Akkor itt még egy kapferbi van, még a közelbe iszik. Melyik lehet az? Érdekes ilyen élet egyest, azt viszont kilőjük, azt mindenféle. Az ott egy nagy kudu. Vagy az nagy kudu, nem magányos. Ott az albino, vagy csak az albinónak sötét, nem? Bár lehet, hogy olyan fény. Az nagy kudu. Ilyen kudu nagy. Élet egyesnek kéne szabadulni. Háromszázas vagy 200 méteres lőt adni.
Pekne. Kétszázmét. De ránézek. Az ott. Á, gyerekek, mint magas lett volna az a lövő. Az íróm, az íróm, az íróm. De hát az nem ütemel. Kicsit föntről lefelé lőttem, tehát az első tüdőre magas, de a másodikra annak jobban. A gyerekek, ez nem lett jó. De azért nem értem. Nyomulnak egy második is. Egész banda erre indul meg, az jó. Hát nem jó. Közelebb is kéne mennem. És magasabbra is kéne. Kapatna nagy észágot mondom. Thank you.
Így van, hogy még egy ne lássak. Persze, hogy... azok menekülnek. Az élet. Az mi volt az? Rosszul nyomtam meg azt a rohadt gombot, levettem róla az izét. Ne legyen meg. Ez miért kocok felé? Az akkor három lövést sem fogom elejteni, nem érdekel. Hihetetlen. Ez nem az. Lent a kő mögé, mi? Azt találhatom. Messze. Csak remélem azt is találtam el. De vártok, ez egy lövés volt. Nem is nincs egy lövéses.
Van egy olyan, ahol izé, ahol utólag meg tudom csinálni. Hol van? Utólag meg tudtam nézni azért. Kivették volna. Utólag tudtam még fényképet is. Hát ezt... Jó, egyes kikerült az a lényeg. De azért, mert én is egy lövésre emlékszem. Nem is néztem a másik rá. Tényleg. Viszont ha van köztük 4-es meg 3-os, akkor ez volt az a banda. Élet 2. Még ez volt az a banda, de hol lett a izé? Jobbból lőttem ki. Két élet egyes. Szerintetek ez a szög? Ez a szög majd. Fiatal békén.
De hogy eltűnt az albino? Eltelt ide fogalmunk sincs, azt hagyjuk. Jó, menjünk, tegyük föl. Visszafordulsz. Azért. Én szerintem jó lövés volt ez. Ó, meg is. Én nem tudom, akkor kezdem a szezont a fazonnal, de ezek között nincs izé. Na mindegy, akkor majd összefutok azzal az egyes. Ebből kettőt kilőtt. Aranyos túl. Nézze meg a borzoknál, hogy... Mennyire van közel egymáshoz.
Na mindegy. Jövő legyek. Hát egyet. Magányos. Tökéletes mennem a dombra. Dob 600 méterre. Szerintem az a nyársas antilop. Van 11 órától isznak a fekete gnó. Már megvan az ötös fekete gnó. Vacskos disznó, itt kapta igazán. Itt magányos. Nézzük meg, hogy itt van-e valami. Szerintem ezt biztos felfedeztem, de azért nézzük. Ja. Sok nem jobban érdekel a hülyén. Egy nagy problémám van. 200 méter föl. A 80 méter. Baszok. Ideálisan nem tudom, valami hely lesz az, hol lesz ott.
pusztulói magányosi csapatban lennének valamelyek. Hát igen. Valószínűleg egy 90%-os adott ki. Ilyen gazdag különbség a kondícióra. Ah, 57%. Pont nem vesztettem. Igen, az a felnőtt kaffebbi olyan, hogy nem dövök. Erre elnéztem, mintha láttam volna négy szó. Lehet, hogy csak megzavart ez a fehér, de azt hittem, hogy evőhely is lett. Az ott van az evőhely. Na, akkor föntről megnézzük a nyársas antilopokat. Vagyis nem nézzük meg föntről. Leszutott le a hegyről, gondolom. Ez igen.
tömeg kifutott a 200 akárhány méter, hogy nem spotolom. Hát, nem bejön. Remélem azt is lőttem meg, amit nézegettem, hogy meg kéne lőni. Ha felbi vagy, akkor megnézzük ezt. Hát, ha van. Nem az. Más. Na hát igen, ők azt mondja, hogy tovább álltak. Nem álltak meg. A fiatal izé. Bombáikat nem néztem még. Azért pont lefutottak annyira aztán a végén, hogy megállják a domb alatt. Nehogy azt lássam, hogy itt vannak. Szerű. Ó, ez a koroszlán. Hoppa, hoppa. Hoppa, hoppa. Nem oroszlán, hanem egy oroszlán. Jaj, te! Élet volt, az biztos, a fölényéről látszott, hogy élet, csak lehet az a kérdés, hogy mekkora ilyen. Tár egy maga. Megpróbálok ott fölmenni, és elnézni az oroszlánt. Ezt nem akarom elenni.
Nem volt egyedül az oroszlán. Csak ott volt egyedül az oroszlán, de majd itt voltak ezen az oldalon. Megint egy magányos. Beszarok. Ez is felnőtt. De ezt is külön. Francba. Hol lesz az észteni? Hol lesz? Nem fogsz felfutni a dombon. Hát de. Igen, májon lőttem. Nem tudom, sajnos. Hát nem sajnos, ez is jó, ez csak. Hát, fölfutott a dombon, hogy ez totális máj. 61%. Ezzel se vesztettünk sokat. Meg kell néznem a borzügyi azokat is, hát ha.
Hát, ha van köztük. Mindegy, az le is teszem ide a kocsit, mert akkor körülnézek, aztán kell, akkor elővesszük a 22-23-ast. Ja, 22-esen nem lövöm meg őket. Volt egy kettes oroszlán is, felnőtt kettes oroszlán is, bár szerintem most úgy sincs itt. Először kicseréljem, aztán nézek körül, vagy körülnézek, aztán csak mindegy, meglátjuk. Renguba. Ott az élet három sonka. Abból még lehet 4-es, 5-ös is. Azért, mert itt léptem 5-ös borzot. Azért is két üzét is megjelöltem itt. Látom, hogy most nincsenek. Nincsenek olyan sokan. Két-három család is volt itt. Vagy most nem egyszerre vannak itt. Múltkor itt voltak egyszerre. Jó, akkor ennyit. Hát igen. Nézni a racskos disznókat is. Rácskos disznó.
Imba, gyere elő! Na itt mindenre számítottam, csak oroszlánra nem. Az így érdekes lesz. Száznegyven méter, a szél jó. Csak nem látok semmit. Még. Ott az élet egyes, élet hármas. Hát ugye felnőtt kettes oroszlánt nem bántjuk, az biztos, de nem lenne rossz, ha elriadna. Szerintem az egyedül is van. Utás létszi, ne. Ne hisz, ezért felnőtt kettes, hogy én nem lőlek ki. Hol van Pimba? Azt mondd meg. Te vagy Simba. Hol van Pumba? Nem Pimba volt, az, hanem Pumba, nem? Hát ez egy magányos oroszlán volt. Érdekes, akkor így kófláltam, mindenre vadásztam, akkor állandóan röpögtek ezek a rohadt malackák is. Most, hogy keresem őket, alig találok. De úgy darabra is, nem az öt csillagost, hanem úgy általában véve. Ez is jó volt felfedezni. Ja, igazából erre kéne mennem, és hát ha érett háromszor nagyobb malackát nem láttam. Még. Azt mondják, ez a fő élőhelye, tehát elméletileg itt magasabb kondíciójukat lehet találni. Hát, hogy milyen jól felosztották ezt a pályát. Egyébként, hogy vannak ilyen bokros, szavannás, üdébb részek, vannak az ilyen szikla, meg kanyonos, száraz területek, meg a kimondott az a homokos sivatag. Ezt teljesen jól csinálták szerintem ezt a pályát. Nekem balhám bejött. Pár malackát már azért, tehát én egyeseket, meg
alacsony felnőtteket, meg minden csak. Mondjuk még odébb kéne mennem. Na. Fekete gnók, megnézzük a fekete gnókat. Franz tudja, mondjuk ezek a szarvak így előre állnak, én szerint az veszélyesebb, hogyha elkezd ökrelni, mint a két gnó. Nem az erejét tekintve, hanem úgy általában. Úgy. Szerint az könnyebben belét hegyezi szarvát. Ezek az előreállókkal. Fiatal, itt minden fiatal, fiatal. Fiatal, felnőtt. Ben vagy, hát közelebb kéne menni. Kénytelen vagyok kondícióra hívni. Hát a 200 méteren belülre bemegyünk azért. Még nyugodtak. Attól félek, hogy az egész banda alacsony kondíció, hogy jönni fog itt minden. Az összes bika a fiataltól a felnőttig. Jó, akkor próbáljuk meg. Hát, megvan a malackánk. Azt tudtam, hogy valamit elfelejtek. Egyébként nem raktam a disznóhívót most, hogy ide gyasszoltam. Igen, ott a felnőtt egyes vájon is. Ott az egész konda. Mi hát amíg alacsony kondíciót látok, addig nem nagyon fogok kezem most izélni, görcsölni. Elsürgősen össze kéne szednem a hívót. Következetesen ez a részen maradni. Itt ezen a részen nem kell ragadozót hívni. Az a kószar oszlán, az meg mondjuk úgy, hogy eltévedt. Éreztem itt a fő problémát, gyerekek. Éreztem a fő problémát. Ott az élet egyes, hát akkor azzal kezdjük. Mindenféleképpen. Fiataloknak kiáll még egy kis idő. Addig sétálsz be a fa mögé, amíg gondoltam. De úgy is jó. Az kár volt, és nem volt kár, mert nem találtam el.
Az már egy külön téma. A feklőt hogy találta-e? Ez az, jó. Persze. Hova mehetett meg ez a lőszer? Akkor ennyire szétfutottak. Vagy ez egy másik csapat. De már van érett kettes. Van érett hármas. Előtt nőstény. Az nem ez a banda. Az biztos. Hát jó. Hát ebben nincs életlen. De van. Egy biztos. Na. Azért ennek elégnek kéne lenni, hogy elnézem. Elég is volt. Most hol van? Ott van közelve ház. Én most ágyzsasszolok addig. Á, odaugrok. Odaugrok, fölveszem a disznó sípot.
Elég ütős lövés volt, ahogy elnézem. Huszonkét százalékkal, hát az jó akkor. Ugorjunk ide le. Verjük ki a kocsinkat. Basszus. No, és akkor eltesszük a malackának. Az az érdekes, hogy Kacsa Jónál hívjuk a Nílusi Rudat. Ezt nem tudom, miért az izéhoz hívták, vagy rakták a loot hívóhoz. Dudálás vonza a libákat. Értitek, és itt az izé Kacsa hívónál van a Nílusi Rudnak a hívója. Ami a legszarabb, hogy lehet, hogy itt van föltüntetve, de amúgy a loot hívóval kéne hívni. Szóval érdekesen, ez, szerintem ez egy bug lesz. Szia, Szatír! Hát igen, a monoblokk, igen. Úgy, ahogy mondod. Úgy kéne orientálnom, amerre a malac... Hát igen, elég széles vizébe vannak a malacok. Ugye el vannak osztva az egész pályán, tehát nem is úgy van, mint mondjuk a fekete gnó, ami itt sűrű. Hát mindegy. Nem akarok ugrálgatni, meg utazgatni, meg minden. Hát már pedig, ha szigorúan veszük gyerekek, akkor én itt ezen részen pont alig fogok látni malacot. Ha a másik oldalra átmegyek, akkor meg a malac hívó helyett inkább ragadozó hívó kéne, mert van oroszlán meg hiéna. Itt kéne mozognom ezen a részen. Menjünk arra, nézzünk el arra. Jó, mondjuk elég közel is volt. Monoblokk. Mennyi 60-70 méter előttem el. Na.
Folytassuk. Megrendeltem az evédemet. Hát nem kezdek új napba. Ugye 9-től isznak a malacok, de most gyakorlatilag annyira el van oszolva az egész területen a malac, hogy most ugrálnom kéne szerintem ahhoz, hogy hatékony legyek az ivási időszakba. Igen. Megnézzük a libákat, hogy fájjon a szívem, hogy ott repül egy ötös. Igen, odáig már nem látok el. Oké. Hú, de várjatok, hány óra van? Gyerekek, nekem volt egy 4-es libám attól függetlenül. Ugye most hirtelen változtassunk egy kicsit a... Még talán nincs késő. Egy vagy két napja még az 4-es volt. 22-essel fogok menni, nem akarom halomra lőni a libákat. Ez egy külön téma lenne. Tesszük a 22-est. Most akkor tényleg azon gondolkodom, mindegy, ha elrepül. Hát ha 5-ös, akkor viszont vissza kéne hívnom. Most elrakjam a kacsaivot, hogy eljöjjem a libahívót. Én nem tudom, egyszerűen fogalmam nincsen. De szerintem ezt más is észrevette. Ott repülnek a libák. Kérdés, hogy ezek most már elmennek, vagy csak átmennek. Nem, ide szállnak le. Szállnak le. De ezek nem azok a libák. Szerintem. Azok hátrább szoktak lerepülni. Igen. Kofferbi bajcsik. Lehet, hogy késtem. Lehet, hogy késtem. Ezek még nem fölfele repülnek már. Ott hátul szoktak lenni. Hát már 2 óra. Már ők tovább szoktak maradni. Ezek ide szállnak le. Tegnap. Így van. Meg kell guggolnom, feküdnem aludni. Mert hogy ezek ide szállnának le, tegnap ebből 2 5-öst lőttem ki. Most is van benne magas kondíció. Esetleg ha van egy érett 1-est, azt még ki kéne lőni belőle, ha van benne.
Ott az érett négyesem, oda né. Érett kettes. Nem lövöm ki az érett kettesen. Sokszor meglepődök ezen a pályán. Egyébként. Viszont ott szoktak hesszelni. Ezek tudko, hogy ide akarnak. Most le is fekszek. Ezek tudja, hogy ide szállnak le mellé. Mert ha oda szállnak le, akkor a négyesen még az ötös. Vagyis nem, az... A négyesem az még négyes. De a hátrább kéne lenniük, ezek ide fognak lerepülni. Fiatal nem lőnk. Érett egyes nincs köztük. Érett kettő. Meg, hát nem tudom, mit csináljak. Kilőjön az érett kettest. Azon gondolkodom, hogy az érett kettes. Ekkora kondícióval rendelkezhet. Az a baj, a 60-65%-os érett egyeseket is lőttem ki a darakból, a gyöngytyúkból, meg a többiből. Hát marad egy érett négyes, egy felnőtt kettes, meg egy csomó fiatal. Most repülnek, na hol száll? Ó, ezek oda száll. Ezek hol száll? Ezek oda. Jó, oké. Meg megkockáztatom az érett kettes külöljük, meglátjuk mekkora a kondíció, mindegy, ott marad a négyes, azt úgy is várok vele, hogy ötös legyen. Remélem van még annyi energiája, hogy csináljon porontyot. A felnőtt kettesbe bízom, a fiatalokba meg megint. Az érett kettest kéne. Az arra vagyok kíváncsi, az érett kettes milyen kondíciója van. Remélem nem véletlenül az élet négyes lövöm ki a felnőttet. Hát ez így elég nehéz lesz, gyerekek. Ilyen közel vannak egymáshoz. Kicsit külön ujjel az az. Ez a Zephyr? Hát én remélem, hogy ez a Zephyr. Azt raktam el. Mindjárt kiderül, mekkora az a kondíció. 100 méteres zérót nyomunk. Hát azért csak szívet nem lőttem neki, jó van. Na látjátok, érett egyes 85%. Vagy érett kettes. Madarakkal vigyázzatok, én szerintem, hogy lőtök. Egyet, tehát kettes nem is érdemes. Ez 85%, ez alsó hangon elérhette volna simán az ötöst. Tipikus négyes, de
Lehet ötös, és még élt volna egy vagy két évet, és ha minden nap jöttem volna, akkor lehet, hogy ötösként elejtettem volna. Úgyhogy, ja. Madarakkal az élet kettessel vigyázzatok. Na jó, ott a másik banda az nincs itt most, vagy már elment. Úgyhogy... ezt is megtudtuk. És ebből következik, hogy a fiatalok is elég magas kondícióval rendelkeznek, úgyhogy ezeket a libákat itt most hagyni kell. Mindig csak a magas kondíciót kilőni, a nőstényeket meg nem bántani. Gyorsan cserégessük a dolgokat. Még mielőtt elfelejtem. Ugorjunk. Hát látjátok, olyan ritkásan vannak a malacok, hogy az egész területre el vannak osztva, de olyan ritkásak. Nagyjából arra. Nyolcvanöt százalékos kettes. Hát lehet, hogy ezt egyet egyszerűbb lesz kikerülni, mint átmenni rajta. Lehet át tudok rajta. Azt nézzük meg, hogy föl van ez fedezve. Menjünk fel a hegyre, azt nézzünk vissza, hogy 300 méterre mi volt a zaj. Mint hogy innen nem fogom látni. Thank you.
Kék gnu. Megnézzük őket. Fiatal nőstény, felnőtt nőstény, fiatal nőstény, fiatal nőstény. És akkor ennyi. Hát a... Hát ezekkel majd lesz valami. Van egy felnőtt hím. Van egy felnőtt hím, de... Egy nőstény. Jó gyerekek, hát sok a fiatal nőstény, egyet kilövök. Basszus, ez magas le. Nem lett magas, jó lesz az. Magas lett, de jó lesz az még. Ok volt az a nőstény. Egy bikára. Előbb még láttam, hol van. Mikre takarhatja ki? Elvám, hogy ezt is meg kellett volna jelölnöm itt a nyílt terepen. Azt se határoltam be, hogy sziklán innen vagy sziklán túl.
Hát ugye magas lett, de jó lett. Elnőtt. Fiatal. Őket úgy, ahogy van, békén hagyom. Majd felnőtt egyes. Akármilyen gazella. Vándor, antilop. Ha alacsonyra jön, akkor azt lövöm ki. Felnőtt nőstény, felnőtt egyes, ez más kégnu. Csak viszont azok meg nagyon messze vannak, úgyhogy... Most lejöttem és nem látom. Oké, felálltál és elindulsz. Elindultál. A kuduk hadd menjenek. Elmjelöltem, de azért onnan föntről minden tisztában látszódott, fasza. Az a baj, tűzve is rogyott gyakorlatilag. Hát vissza kell mennem a hegyre, hogy észrevegyem a fenébe.
Ott van. Erre kíváncsi leszek. Egy olyan 9% kereken. No. Hát annyira nem akarok bemenni a pálya szélére. Na. Tél az kitűnő. Alacsony kondíció, mert nincs benne. Jó, ezt végén hagyjuk. Utás.
Ó, a franc. Az ajtó közel van. Mindenképp fel kellett a dombtetőre. Hárman vagytok. Négyen vagytok. Hát meghívlak benneteket. Nőstény. Van köztük, de a többi fiatal. Szerencse, nem szerencse. Most ők a hívóra nem reagáltak nagyon. Itt is vannak. Ez az ötös liba, ahogy ide jó. Határozottan repülnek valahova, nem köröznek. Ez pontosan lehet, hogy ide mennem. Itt a négyes is van, azt a rajta. Egy vagy kettő négyes is van benne. Ezek itt le akarnak szállni.
Az a helyzet, ott a parton, a túlolt parton meg vannak gnuk. Meg kéne őket is nézni. Az ötös libák is erre repült. Ez az egy ötös liba. Hát tudja, hogy ide akartak szállni. Hát igen. Az, hogy libák. Tartom, ezek most megjönnek vissza. Be ott van az ötös élet. Nem, a négyes élet. Hogy őszinte legyek, fogalmam sincs, hogy meddig menjek a pálya széle fel. Hát, ja. Nem tudom, az ötös hol szállt le. De egyszer erre el kéne jönnöm. Azt nem ma lesz. Még itt kiszúrnám őket, azt mondom, oké. Okay. Hoppá, ide kéne leszálljuk. Ajajajajajajajaj. Nem hibázok rá, legalább. Négyes életünk megvan. Na. Másik. Na. Igen. Helyileg még idáig el kéne jutnom. Jó, minden esetre most megköszöntöm a figyelmet. Ennyi volt ma mai. Holnap nem tudom, mi lesz. Lehet, hogy lesz, lehet, hogy nem. Éjjel esik, úgyhogy ez pihentségtől függ. Na, jöjjetek jók, további szép napot, estét, délutánt.